Propont kellemes. Borzalom, micsoda előadás! Hihetetlen, mennyi ripacs! Ez biztos valami amatőr szint társulat. Azt a keserbit. Na, ide se jövök többet. Hová szolgáljon, kedves mester? Jó napot! Hogy tetszett az előadás? Köszönöm, jól! Mit szól a Fidemile című jelenethez? Amilyen ez a kövérnő kukorékol? Kövérnő? Kit tetszik gondolni? Aki a török hercegnőt játszotta, akihez hozzá akartam vágni egy széket. Széket? Azt a nem vághattam volna hozzá, a nézőtéren csak széket van. Hogy lehet egy ilyen nőt a színpadra engedni? Na igen. Tudom jól, hogy vidék az vidék. Hogy azt más szemmel kell nézni. De ilyen vidéken se, édes barátom. Leszoktatják a közönséget erről a kedves műfajról, ha ilyen erőkkel dolgoznak. Nem arról van szó, hogy ripacs vagy nem ripacs. Ez a nő még csak nem is ripacs. Ez egyszerűen egy hordó, egy torszülő, egy dikácsoló pulyka. Az ilyen színpadon legfeljebb Orfeumban mutogatják, mint komikus nőimitátor. Vagy a Barnumban, de nem úgynevezett művészi kabaré előadáson, és még hozzá szeriőr számban. Hol szedték fel ezt a szerencsétlen minden? Az Istenért, ki ez a nő? A feleségem. Köszönöm, tessék csak hagyni, majd a pincér, kis ügyetlenség. Hallottam, amit ügyetlen csészéket adnak itt. Kicsúszik az ember fejéből. Jellemző. Na igen, szóval miről is van szó? A feleségedről. Na igen, szóval éppen ez az, ahogy mondom magának, és ellenkezzék, ez így van, ahogy mondom. Ez nem rendezés, egy ilyen tehetséget, mint a nagyságos asszony. Egy ügyes igazgató nem tesz lehetetlen, nem neki való szerepben. Persze valamire való igazgató rögtön látja, miről van szó, ha van neki egy ilyen tehetséges, nagyszerű színésznője, egy komikai előverés bányval, nem beszteget el, bármíg rendes szerepet kap, amilyen érvényesülhet. Mondom, fel voltam háborúban, majdnem széket vártam a színpadra, hogy egy ilyen remek színésznőt ilyen vacak darabban léptetnek föl. Ezt nem lehet, ne haragudjék, ön intelligens ember, mert őszintén megmondhatom, nem lehet ilyen diszkopat játszani tehetséges, jó színészekkel. Tudom én, hogy vidék az vidék, hogy azt más szemmel kell nézni, de arra való a testi, kipróbált is művek, egyfelvonásosak meg minden, hogy ne legyenek rászorulva a helyi fűszraköltök térc műveire. Melyik szemetes kocsiból halászták ki ezt a fülemre című vacokat? Ki írta ezt? Én.